Üdvözlök mindenkit ebben a videóban, a mögöttem látható Hotel Rómait fogom megnézni. Nyomjuk. Gyertek! A Hotel Római közel 100 éves múltra tekint vissza, ugyanis eredetileg az Esti Kurír című politikai napilap kiadójának vállalati üdülőjeként épült a 20-as évek végén. 1948-ban a Rákosi érában a Szabadság üdülő nevet kapta, az 56-os forradalom után pedig MSZNP Római Parti sporttelepre nevezték át, és így is működött tovább egészen a rendszerváltásig. Bár a párt elit tagjai ritkán jártak ide, ők inkább a Balatont preferálták, de egyes források szerint Acél György is vendégeskedett a hotelben. Az épületet a 80-as évek elején kibővítették, felújították és modernizálták, de valamiért a bútorok egy részét nem cserélték le, így lehet, hogy a vendégek a hotel bezárásáig MSZNP-s plecsnivel ellátott asztalokon étkeztek. A Hotel Római nevet 1991-ben kapta, ebben az évtizedben több szocialista nagygyűlést is a Rómaiban tartottak. Ekkoriban idegenforgalmi iskola is működött itt, de továbbra is hotelként funkcionált az épület, ahol a diákok gyakorlati tudást is tudtak szerezni. Néhány iskolai tabló még a mai napig megtalálható a hotelben. A kinti kert helyiségben 2012-13 környékén a Kikötő nevű étterem működött, ekkoriban gyakoriak voltak az árvizek a hotelnél, nem egyszer még a mélygarást is elöntötte a víz. Már nem először forgattam a Rómain, ugyanis az egykori postás üdülő is hosszú évekig elhagyatottan állt a Dunaparton, amiről jó pár évvel ezelőtt szintén készítettem anyagot. A háromcsillagos 37 szobás Hotel Római az utolsó években már nagyon nehezen tudta kigazdálkodni a működéséhez szükséges anyagiakat, 2016-ban végleg bezárt. Ez néhány vendéget olyannyira meglepetésként ért, akik hosszú ideig a hotel mélygarázsában parkoltatták a kocsijukat, hogy fel kellett őket szólítani gépjárművük eltávolítására. Csak hogy akadt olyan vendég, akit nem sikerült elérni. Hát így néz ki a hotel, római teljes pompájában, gyönyörű szép fakorlátos erkélyekkel. És akkor megnézzünk egy főbejáratot. Ahol ugye kezdődött a videó, ott ültem. Így jöttek be az ügyfelek, Hotel Római. És ott valaki sétál fölfele, szia! Itt mentek be a vendégek, meg a dolgozók is gondolom, már nem biztos, mert lehet, hogy ők hátulról mentek be. HR Hotel Római. Csak még egyszer. Ide meg ilyen, hát szerintem ez ilyen kis asztal volt itt. Szék, asztal meg szék. Asztal, de nem szék. Dohányzó rész. Itt is egy dohányzó rész. Még egy bejárat van itt. Úgy tök jó erkélyek vannak itt. Itt pedig leugrok, és itt szerintem egy ilyen külső étterem rész, vagy valamilyen kiülős pub rész lehetett. Tök jó. Ah, de jó. Kikötő. Ja, azt szerintem egy ilyen külső étterem volt, legalábbis annak néz ki. Hát kíváncsi leszek, gyerekek. Most látjátok egy sörreklám, kikötő, az a horvány, ez tök jó. Szerintem ilyen habszivacsból van. Még a fröcslap. Még a fröcslap is kim van. Na gyerekek, így néz ki a kívülről. Azért eléggé szépen be van nőve. Azt hittem, hogy akác, de nem. Na szóval így néz ki a hotel teljes pompájában. Ez a fa, ez halál, ez biztos, hogy jó, szép árnyékot adott. Itt volt egy kapu. Ugye, aki alapból a szobákba akart bemenni, szerintem az itt tudott bemenni. Mert az ugye a hotelnek a recepciójához vitt, vagy nem is tudom, mi volt ott, majd kiderült meg. Lehet, hogy itt is volt recepció, nem tudom. Mindjárt kiderül. És akkor itt van egy hátsó része.
ahol nem tudom mi volt, de nagy üres tér, lehetett kempingezni, vagy kimenni, csak kifeküdni, nem tudom. Aztán tök jó ilyen hangos bemondó, itt van a fejem fölött, póznával együtt. Ott a hotel, ez valami kézikocsi. Hát itt nem tudom, valami ez a bot, ez micsoda, lehet, hogy valami pályának a darabja, nem tudom. Viszont itt volt egy mini focipálya. Egyik kapu itt van, másik pedig ott. Tovább menetelve, oda is érünk a hotelhez. Szerintem egy jobb oldalt volt az étterem rész. Ez. Arra tettelek. Ilyen kis kiülők. Itt is póznák végig. Egyik hátsó bejárat. Gondolom az étteremben. Ott is van egy bejárat. Itt pedig ugye már a szobák vannak, és hát ilyen állapotban van a hotel, ahogy látjátok. Most éppen a szobák alatt megyek el. Fú, hát nem néz ki. Nem néz ki olyan jól, ha beállzik az épület, mint az állat. Erre meg érdemes odafigyelni és nem fölfelé nézegetni. Ez az oszlopok, ezek tök jók, ezek tetszenek. És akkor itt az épületnek a vége, viszont itt is van egy lépcső. Ennyire benőtt a gyerekek a természet. Hát szerintem itt egy ilyen kisebb sétány volt arrafele. Nem megyek végig, mert nem sok értelme van. Na, hát akkor menjünk be az épületbe, én azt mondom. De bemegyek az épületben, és az északi résztől fogunk haladni a déli részig. Nyomjuk. Itt, ahol most vagyok, az egy ilyen étterem plusz konyha volt, ugyanakkor a külső részen, ugye, amit mutattam, itt is volt egy étterem rész, szerintem, nyilvánvalóan, hogyha már egyszer vannak ilyen tök jó kijáratok, akkor biztos, hogy itt is volt egy étterem. Ugye ez a belső rész, itt a konyha volt, ugye, itt jöttek a fincsi kaják kibe. Meg hát ugye ez is egy nagy konyha volt, kézmosó, vagy csak egy mosogató rész, vagy pohármosó. De inkább ez ilyen bár volt, nem is konyha. A konyha az ott volt bent, szerintem. Jó, és nézzük, ugye csomó mindent úgy szét van dobálva. Régi ilyen italos tányérok. Hát nem hiszem, hogy ilyenek voltak kint, de ilyen, hát talán ez, inkább ez, ezt mondanám, ez volt kint ilyen asztalnál, ott is. Csomó cucc ki van szórva, valami mérleg is van, majd ez tök jó. Ja, ugye ez a kintről van, ez a horgony, ugye kikötő szöveg mellől, szerintem. Na, és akkor megyünk errefele. Nem fogyasztó vendégeknek 200 forint. Itt is volt egy ilyen, hát ez szerintem társalgó volt. Aha, a raktár. Itt van még egy régi kis. Ezzel még valaki evett. És ugye ott kezdtem. Kicsit hülye hangja van a cipőmnek, mert víz ment bele, vagy nem tudom, de ilyen kacsa hangja van. Oh, régi kis szárító. Ugye, női WC, férfi WC, gondolom, így van. Ezek tök jók. Jaj, itt van egy folyosó. Hát itt pedig, atya úristen, mennyi szemetet felhalmoztak. Szinti boly. Hát ez nem tudom milyen helyiség volt, eredetileg talán valami társalgó ez is. Írásvetítő. Hát a táblából azt venném ki, hogy ilyen oktatóterem volt. De aztán
akinek két anyja van, csak azt tudhatja. Gyermekrendelőbe járott. Ajha, ez egy gyermekrendelő volt. Lehet, hogy bezárása után volt más funkciója is. Ja, ugye itt, ja, ott néztem be. Szerintem társalgószerű lehetett. Ja, ez a rendelőnek a másik része. Gyermek, álmennyezet, hogy néz már ki? Azt mi van még itt? Itt is egy nagyobb terem van. Nincs kirva az ajtóra, tehát fogalmam sincs, mi volt a funkciója. Étterem. És itt is föl lehet menni. Aha. Hát szerintem menjünk fel. Vagy hát menjünk tovább, én azt mondom. Na itt van ugye a főbejárat. B épületnek a főbejárata. Ajha, de jó. Itt van még a számítógép. Monitor is. Ez volt valami iroda. ...2006-ból. Hátsó kijárat, vagy vészkijárat. És akkor itt tudunk felmenni magába, ugye a központi részbe. Ez volt a... Hát ez volt a recepció. Azt a rohadt élet. Ez komoly. Hát nem azt mondom, hogy jó állapotban van, de azt hittem, hogy ilyen csupasz lesz az egész. Mennyi kulcs szétszórva. Gondolom biztonsági felvételeket nézték ezen. Értékmegőrzők. Valahol még izé, még a posta izét se vették át. Atyú Isten, valakinek egy posta ezt még azt se vette át. De durva. Itt a egyik értékmegőrzőnek a kulcsa. Ebben mondjuk az ár sincsen benne. Itt voltak a kulcsok. Kérlek szépen 100-tól 220-ig volt, talán 120, 200, ja, 220-ig volt. Na, itt bent is voltak. Kulcstartó szekrény. Csónakház, WC, kőház, faház, kapcsolóház, férfiöltöző, stb. Na szóval így néz ki a recepció. Vagy lehet, az volt a recepció? Nem, hát ez volt a recepció. Itt vannak a kulcsok, megöttem szóval. Pedig ez volt. Na. Ilyenek voltak az ülések. Is szembe egy ilyen, hát az is, nem, az egy bár volt, ahogy látom, jaj. Ez egy bár. Oh, nem mondod. Üres. Ja, az egy kis bár volt itt. Kávézó inkább, olyan, basszus, milyen hangom a cipőmnek. Na. Nincs benne itt lap, vagy esetén itt allap. Ne felelessen bele. Ah, de van, ha. Zsír. Oh, itt a kassa. Na. Hotel. Lomai. Hideg előétel. Bakonyi csirkemel. Hát ez 150 forint, somlagilag, csak a 110 forint. Ez nagyon régi, gyerekek. Szerintem én 2004-5. Ez borzasztó régi. Na, itt is van egy. Jaj, bocsi. Pizzák, margarita 9,70, limonádé, blablabla, bla, előételek.
kikötő, ez már újabb. Valakit csinált utoljára kávét. Talán ezen. Mutá, Büdi. Akkor ez volt a kis bár. Ugye kialakítása ugyanolyan, mint a szembe lévő recepciónak. Úgy látom. Ez a pokedlész tök jó. Csomó visszaváltásra váró sörös üveg. Butabás, butabás, de csodás. Jó. Szerintem ezt megnéztük. Így néz ki. Teljes pompájában ez az alsó rész. Ugye, hát ez a fő bejárat akkor, tehát nem az, amit mondtam, az valami... Nem tudom, az valami másik bejárat, de nem az a fő, ez a fő bejárat. Aztán itt föl lehet menni. Erre még elnézünk, itt meg le lehet menni, de lent. Ja, lent nem is voltam. Hát akkor kezdjük lent. Ez aztán szépen beszokott tázni. Itt csak raktár van, ahogy látom. Régi írásvetítő, építési tuccok. Telefon. Ez valami... Ezen volt egy... Szerintem valami dísz volt rajta, lehet, hogy ilyen mellszobornak képzelném el ezt. Itt a talapzatot. Antenna van itt. Vásárlókocsi. Cseszett régi tévék a szobákból. Meg itt van ugye a plakát. Kikötő. Sentimentale. A római parton. Aha. Gyerekek, te jóságos ég, ha ez egyben lenne, te jó ég. Nem tudom erre mi lehetett ráírva. Fú, de ez valami borzasztó gyönyörű lehetett fénykorában. Fényreklámok. Parkolóház, de ezt nem mondom, hogy még vannak itt autók. Van neki egy parkolóháza, ahol még vannak autók. Skoda. Atya úristen. Puh, na gyerekek, erre nem számítottam. Itt áll lenne a parkolóházban Skoda Felicia kombi. Jesszus Isten, és hogy néz ki? Mióta áll itt? Mióta? Vonószem is. Lehet, hogy próbálták elvinni. Vontatni. Kevés sikerrel. Hát ez dugó, gyerekek. Kormányát is letörték. És melyik a másik autó? Úgy látom, mintha Audi lenne, de láttévedek. Nem, az egy Opel. Opel. Opel Vectra 2-5 V6. Pedig ez nem egy ilyen városi autó. Beleszaladtam egy pókhálóba. Na, tudtam, hogy a motorja nincs bent. Azért ez egyértelmű volt. Ezt jól megbontották. Atya úristen, hát ebből
elég sok minden használható dolgot elvittek. Hogy a francba lehet itt hagyni egy ilyen kocsit? Biztos, hogy külföldi volt. Vagy autópálya, matrica. Nem tudom, talán Ausztria. Opel Vectra. Hát erre nem számítottam. Tiszta pókháló lett a kamera. Itt van a bejárata ugye mély garázsnak. Arrafele meg ugye már nincs semmi, ahogy látom. Ja. Tök üres. Fú, gyerekek. Ú, de kicsi ebben magasság. Na, ez a zsír volt. Szóval. Megyünk visszafele. És akkor, még maradva ezen a szinten, erre fel is elnézünk. Ú, de jó, ez a bálterem vagy. Ez volt a nagy étterem. De, szerintem ez volt az étterem, ami ugye használhattak ilyen bálteremként is, vagy közösségi helyiség. Vagy itt volt a reggeli, meg az ilyenek, itt van még a műzli benne. Atya is, ne! Ott van még benne a műzli. Hát ez a reggelisztető, ebédlő, minden, stb. Ez durva. Itt volt ugye a svéd asztal. Fú, ez brutális. Mi ez? Gabona golyó, azt hittem valami azért kutyakaja. Még gabona golyó is van. Áú. Ne! Mert ezt nem mondott komolyan. Azt, ez NSMP-s asztalok, ezt hogy? Ezt honnan? Ezt nem mondott komolyan. Atya úristen, NSMP-s plesnivel ellátott asztalok. Á, rohadj meg, hogy feljössz te. Ezt nem hittem volna, hogy ez ilyen régi bútorok még itt voltak ebben a hotelben. Ah. Éjféli menü, mini szabolcsi töltött káposzta tejföllel. Menü, újházi tyúkhúsleves. Korlátlan fogyasztás. Ez kemény. És ezek a rohadt nagy körasztalok brutálisan néznek ki. Kis vitrin. Nincs is csak Angliában ilyen szintű vitrin. Ez volt a konyha. Ez a hatalmas nagy konyha. Hú, még egy csomó minden itt van. Brutális. Hú, de rohadt büdös van, te jó ég. Atya úristen. Ez mi? Hát itt konkrétan minden megrohadt. Először nézzünk el akkor erre. Ez egy rohadt nagy labirintus. Textil raktár. Hát ilyen derítők, abroszok, meg ilyenek voltak, meg egy Orion TV. Itt is föl lehet menni. Föl lépcsőn akarok felmenni. Mindenképp, de... Ja, hogy erre fel is el le, ott van ugye a főbejárat. Gondolom ilyen... mosó... Mosoda. Mosókonyha. És még mindig mosószer illat van.
Ez a sok DVD meg CD. Régi dokumentum a 2005-ből. Mi? Idegenforgalmi középiskola és szálloda. Osztálytabló 92-95. Csak a Urbexen jöttem. Oszta, iroda, ágyjal. Eukaliptus. Jézus. Semmi szaga nincsen már. Atyúisten, jó sok minden itt maradt. Basszus, mekkora kulcsomó. 103-as fürdő. A világ összes kulcsa itt van. Kis rádió. Hippi toronynak a központi része. 17-es újság. 2 forint, 1 forint, 2 forint, 1 forint, 2 forint. Ennyi pénzt. Meg a fürdőszoba. Ja, itt vannak a hifinek a hangszórói. Ezt is kibelezték. Ja, arra fel is el lehet jönni. Atya Isten, mennyi cucc van itt. Tök zsírevő eszközök. Dokumentum raktár. Diáknap 2003. Ez mind doksi. 3M-es flipi. Pénztár iskola. Ezt nem mondod komolyan. Felvágták a páncélajtót. Ezt kapjátok ki. Az komoly. Aztán mit vittek el? Iratokat, hogy ilyen könyvelési tudszokat? Kb. Nem hiszem, hogy úgy zárták be ezt, hogy tele van pénzzel a páncélajtó, de hát megpróbálták. Azt látom, hogy valami jót találtak. Mondjuk aranyat. Készpénzre utalva 50.000 forint, 2002. Ha, várjál csak. Láttam ilyen, aha, ezeket. Pecséteket. Csak nincsen hozzá párna, vagy hát... Nem látom. Áj. Valami üdülő. Aki ügyes olvassa ki. Bomma... Romai... Parti üdülő. Ah, ügyes vagyok. Könyvelve. Na, meguntam. Menjünk tovább. Itt is egy. 93-90. Ez még tök ötletes. Tároló. Ó, tök jó szék, mit akarsz? Ne!
Jaj, Nokia! Milyen vastag könyv? Oh, azt hittem, hogy ez egy Nokia elszírja. Aztán valami Nokia-s doboz. Járművezető szakoktatók és képzőszervek országos egyesülete. Az ez volt. Isle of Crest 2008. Ez is egy iroda. Közel 10-ből. Na, tovább menetelve. Ja, ugye hátulról jöttem be, itt irodák voltak. Irodák, office és végirodák voltak. Itt van egy nagyobb WC, mindenki számára, vendégek számára, itt tányérok vannak. Egy WC jobbra. És ugye visszaértem a főbejárathoz. És most visszamegyünk a konyhába, és elmegyünk jobbra, aztán megyünk fölfele. Hú, gyerekek, nekem tetszik, remélem nektek is tetszik. Rohadt nagy. Ez a jobb cipő, de idegesít. De csak a jobb. Na, ugye erre mentem el, és akkor erre nem voltam. Van a hűtő. Fiú tankonyha. Meg akkor tényleg itt. Tankonyha. Ez volt a tankonyha. Itt hol? Hát ez... öltözője maximum. Ja. Itt tanulók is dolgoztak. És öltöző. Aha. De jó az a hűtő. Hú, ez valami kegyetlen nagy az épület. Gazdasági bejárat. Itt is le lehet menni. Jézus Isten! Jó, akkor itt lemegyünk. És akkor itt fel is... Ja, oké, itt nem megyünk. Aha, aha. Hú, ez valamikor elkezdték szivattyúzni. Aztán feladták. Atya, úristen, gyerekek, ezt kapjátok ki. Tehát van, halak is vannak konkrétan szerintem. Az durva. Hát itt most nem nézzük meg. Milyen helyzet? Halaksor. Személyszállítás tilos. Étellift még az indító kulcsásban van. Na. Reggelisztetőből a tudsz. Takarítási napló. Hát nincs rajta évszám. Szárazáru raktár. Tök jó régi tálcák. A rohadt nagy konyhája volt. Zöldség előkészítő zöldségraktár. Japókálok. Elég büdi van itt egész konyhába. Konyha. Ezt mindjárt megnézzük. Séf konyha, séf iroda. Tök jó. Ú, milyen régi lámpák. Átja úristen, milyen régi asztali lámpák. Rohadt nagy hűtő. Nincsen benne hulla szerencsére. Hús előkészítő.
Ez a hús előkészítő. Itt pedig... Hát ez meg valami... műhely. Neki néz ki. Holland, Rotterdam, Holland. Ez olyan mire való. Fogalma nincs. Aki tudja, az írja meg kommentbe. Mekkora tár. Ez ilyen négy személyes tál lehet. Várjál már. 107. Ja, ezek voltak a kulcstartók. Aha. Ja, így volt. Mert ugye találtam a recepción. Tehát ez volt így rajta az alján. Állj már meg. Így. Aha. És így nézett ki, itt volt rajta a kulcs. Tök jó. Nem, mint egy kézigránát. És oda megjöttem. Nali! De jó, hogy így nem is olyan, mint a motornak a gázkarja. Jó, kényelmes megfogni. Ezt nem volt rossz, tehát persze, hogy fából van. Amúgy arra gondoltam, hogy a csatornatagok között kisorsolok egy pár ilyet emlékbe, erekébe. Olyat akarok, amin vissza lehet ragasztani ezt a részt, kettő darabot. Ezt az egyik. Ami jobb állapotban van, hogy ezt én tettem. De ez, ja várjál. Ja, ennek van ilyen tal, ja. Ja, ebből hiányzik az a rész. Ez. Ebbe vissza lehet ragasztani. Ebbe benne is van, de... Hát... Mondjuk ez kevésbé rossz. Ja, itt is vannak. Várjál már. Aha. Ez. Ez jó. Akkor ezt a kettőt, meg ezeket elviszem, és akkor kettőt ki is tudok sorsolni. Hát ilyen erekje gyanánt. Ezt találtam ki most így nektek. Kedves gyermekeim, legyenek csatornatagok, meg Patreon támogatók. Úgy... Először úgy olvastam, amikor ránéztem, hogy budapesti tucat zenék. Mondtam, miben tucat zenék. Az de jó, gondolom olyan. Ez egy nem... De. Nem, ez nem raktár volt eredetileg szerintem, csak akkor hozták ide a cuccokat, amikor ugye bezárt a hotel szerintem. Szarom cukrok. Na, találtam egy ilyen régi szórólapot, így nézett ki régen a rendezvényterem, az étterem. Az étterem melletti helyiség, így egy szoba. És itt van a főbejárat. És itt vissza lehet menni. Vissza a konyhába. És akkor a konyhát megnézzük. Itt akkor mindent megnéztünk a konyha körül. Milyenek van? Tognana. Olasz. Tehát így néz ki a konyhának a szíve. Így készítek a finom falatok. Ott egy kézmosó, ott vannak még a sütők. Meg gondolom ebben több is volt, csak hát ugye látjátok, elvitték, kiszedték, szétszerelték, eladták, megvették, felhasználták, beszerelték. Milyen finom húslevesek készültek itt. Hát tudjátok képzelni? A fénykorban. 5 forint. Amúgy ahol kezdtem is találtam 10 forintot, csak elfelejtettem megmutatni. Ragad az egész, a rohadjon, meg tiszta ragacs lettem. Hát ja, itt elkezdték szétszerelni itt a dolgokat. Büdi, nagyon büdi. Milyen futalmi. Na hát akkor így néz ki ez a
rész, itt egy rohadt nagy mikrohullámsütő. Ez meg ilyen... Ja igen, itt egy csomó kis tányér meg is maradt. Alföldi porcelány. Ez nem kocsim van? Ez nem kocsim van. Azt mondja, hogy kocsim van rajta. Itt van a legbűvösebb gyerekek. Itt, ez hova vezet? Ez is ide vezet, kell. Ja, az én mondom. Akkor mindent megnéztem. Ja, itt voltam bent. Jó, akkor már... Ez ilyen büdös, de atyagosta. Na jó, akkor ez megvan. Mehetünk fölfelé. Én azt mondom, hogy itt a jobb oldali lépcsőn megyek fel. Azt tartottam szimpatikusnak. Nincs oka. Tehát nem itt, hanem itt. Na, és akkor elérkeztünk a szobákhoz. 100-tól 105 első emelet. 106-tól 109-ig. Ja, itt is volt egy lépcső, tehát az levisz... Ja, nem, az nem az. Ez ilyen fél emelet. Fú, gyerekek, ez egy rohadt nagy labirintus. Na itt egy, nézzük meg mondjuk ezt. Ki van írva a szám, 102 vagy 101, legyen akkor a 101, mint egy kiskutya. Nézzük meg egy szobát. Fürdő, WC. Bevitett szekrény. És a malakó helyiség ugye kettő ágyal, ahogy látom a nyomokat. A 102-es is megnézzük. Fürdő, WC, meg a lakórész. Na, nézzük meg ki, akkor ennek a mérkéje. Tök jó. Akkor menjünk itt végig, ezen a szinten. Itt is van valami, egy kulcstartó, valami. Hát, nem tudja mi volt ez. Tévék kipakolva, ugye ezek ilyen nagyon értéktelenek ezek a tévék, tehát kidobásra várók. Ez valami iroda volt? Vagy ez is szoba volt? Nem, ez valami iroda. Ja. Tévedjek. Ja, aha. Jó, akkor... Ja, nem. Ugye... Ott mentem fel. Ott mentem fel az előbb. Szóval ezt a részt megnézem. Ezt az erre felé lévő részt. Aztán megyek át a másik. De még itt is van lépcső. Ahol felnéztem, ugye? Igen. Jó. Fú, gyerekek, ez akkora labirintus. De nem baj. 110-es szoba. Két ágyjal. Fürdő-WC. És nagyon nagy erkéllyel. Ami le van zárva, de nézzétek már meg, hogy milyen nagy. Ja, ki lehet nézni itt is. Aztán. Ennek aztán van erkélye. Ez... Lakosztály volt a javában. 120-as. Ez kicsi. Ez szerintem itt egy ágy volt. Aha. Ez egy egyágyos szoba. Kis erkélye, kinő a bokorit vagy a fa. És ott a többi része.
Rohadt nagy. Ez is francia ágy. Ez egy darab francia ágy. Na, nézzünk a végére. Azt de rohadt jól néz ki, hogy így beázik. Elkezdett mohásodni. Azt de baromi jól néz ki. Imádom az ilyet. Itt van hátra egy ilyen gazdasági bejárat. Itt végig bent beázik. Itt még egy szobát megnézünk. 116, itt egy óriási nagy tévé. Fú, bakker, ez már tévé javából. Francia ágy volt valamikor. És akkor megyünk itt föl, ezen a részen fölmegyünk. Azt akkor ide-vissza, de szerintem fel is át lehet menni. Legyen érzésem. Ja, igen, itt fölmegyünk. Milyen vajszínű fotel. Itt is át tudunk menni. Aha. Hát ez tetszik. Na akkor itt. De nézzük még egy pár szobába. Na itt még a hűtő is megvan, gyerekek. A kialakítás egész szinten ugyanaz. Egy ágyas szoba. Kinézünk. Ott is van ugye bejárat az étterembe közvetlenül. Egy dzsumbújos rész ugye nagyon be van nőve. Meg ilyen, ez volt az elválasztó, tehát ennyi volt a... Itt volt az elválasztó, ennyi volt itt az elké. Egy ágyas szoba, ez tök jó. Teljesen korrekt. Ha alul ennyire mohás volt, akkor itt milyen? Hát itt is. Itt is egész jól néz ki. Aha! Aha! Itt van a probléma. Itt egy rohadt nagy tarásfészek volt, látjátok? Aha, csak leverték. Bakker. Meg egy óriási ugrógyilkos pók itt van. Kettő. Tök jó, hogy egy ilyen nagy a belmagassága. Nem szokott ez ekkora lenni, de ez nekem tetszik. Ah, francba. Ah, nem lehet kinyitni. Hát így néz ki. Szerintem itt akkor nem itt megyek le, hanem átmegyek a másik szájba. És régi tévék. Tökő, ez valami pihenőszoba. Vagy nem tudom, mi volt ez. Nincs kiírva. Szóval átvegyek. És akkor... 200-as szoba. Ez két. Két helyiség van itt. Egy helyiség. És két helyiség. Családoknak. Gyerek meg a felnőtt, gondolom. Zsír. Itt is mennyi tévé. Hogy úristen. Ah, ilyenünk volt régen, de zsírtak ugyanez videóton. Na és akkor lemegyek egy szintet, hogy itt is körülnézzek. Igen, azon csak átrohantam. Ugye itt jöttem fel, egészen konkrétan, és akkor még errefele elnézünk, bár nem hiszem, hogy annyira sok érdekesség van itt, legalább a végét, hadd nézzem már meg. Étterem balra. Ja, hogy itt is van egy lépcső, ugye? Van lémlik. Aha!
Jézus Isten, mennyi lépcső van ebbe a hotelbe. Valaki számolta? Hát akkor nem is ott megyek fel, hanem akkor itt. Hogy minden lépcsőn járjak már. Hőközpont. Hát ezt is szétkapták, ezt a hőközpontot is. Gázfő elzáró. Egy tetőtér. És akkor itt szépen átmegyek. Ott szemben nézzétek meg, hogy ott néztem ki az előbb, ott azon az erkélyen. Tök jó, hogy ez fából van. Tök érdekes. Akkor nem tudom, hogy ez a legfelső szint, vagy van még, nem, még van, de ott szerintem nincsenek szobák, vagy vannak szobák. És akkor ja, itt ugye végig jött, ja, itt volt a tévénk, a mi tévénk. Tök ezt a bőrfotát nézzük már meg, hogy ez ilyen tök ilyen folyosói, tipikus folyosói társalgó szék. Azért kényelmes, de annyira nem kényelmes, hogy olyan nagyon sokat társalogja itt a folyosón. Fölfele megyünk. Ide. Azért mondom, amikor nincsenek szobák. Hát az maga csak a tetőt érje. Ja. Na. Berendezték a helyet, úgy látom. Na, hát szerintem itt feelinges lesz befejezni. Ott a Duna, ott folyik. Folyik, mint állat. Ennyi, gyerekek. Na, ennyi volt a videó a Római Parti Hotelről, remélem tetszett. Kövessetek be Instán. Legyenek csatornatagok, mert jönnek az extra videók, gyerekek. Szóval érdemes tagnak lenni, meg Patreon támogatónak. Urbez Gyula voltam. Innen, Duna mellől, Római Part. Puszi. Mondjad! Na csak figyelj, én ide jöttem annyi, hogy neked körülbelül egy valami pontosat tudsz mondani? Csak már akkor nem tudom, eddig mondom, hogy mit tudom, hogy kell ennyi késnénk, mert ugye kettőtök. Hát, hát egy 20 perc jelje. 20 perc, jó, oksa. Oksi. Hello, sziasztok!